Na, jó reggelt mindenkinek, én most keltem, és hát aludtam kb. 8 órát, nagyon néz ki, és most pedig próbálok keresni valamit, amit csinálhatnék, ami mielőtt találkozunk Idával, mert ugye most majd összefutunk egy ebédre, aztán egy fagyizásra, de addig még van elég sok idő, szóval el kell foglalnom magam valahogy. Elsőként reggeli, megnézem, hogy mit lehet kajálni. Wow, az idő az nagyon szép. Szóval eddig sikerült elfoglalnom magam, mert feltöltöttem az érettségi jelentkezéshez a bizonyítványt az elfelvételi oldalára, meg az érettségi eredményeket is, vagy nem tudom, mindent, amit kellett, ami bonyolult volt, mert éjszaka vihar volt, és elment az áram a ház felében. Tehát pont ott, ahol a számítógépem van, meg pont ott, ahol a telefontöltőm is volt, nincs áram, össze-vissza kellett hosszabbítózni a szobámban ahhoz, hogy áramhoz tudjon jutni. Ez volt a progi, és most pedig reggelizek valamit. Általában nem nagyon szoktam reggelizni, mert egyszerűen semmihez nincsen kedvem, amit tehetnék. A másik pedig az, hogy általában reggelente nem kívánom, hogy édeset egyek, kivéve, hogyha mondjuk valamilyen kukoricapehely. Úgyhogy ha eszek, akkor is pirítós, ritkán, hogy hívják ezt? Szóval ritkán lekvárral, de jobban szeretem, hogyha inkább sós az, amit kajálok. Elvileg ez jobban, több energiát is ad a napra, úgyhogy király, megfőztem magamnak egy kávét. Üdvözlök mindenkit a mai vlogban! Nekem még elég korán van, mármint, hogy eléggé reggel van, úgyhogy ezért ilyen furcsa a hangom. 10:30 van, és én 10-kor keltem. Igazából az utóbbi hetekben nagyon átállt a szervezetem arra, hogy iszonyú sokáig fent vagyok, és sokáig alszom. És hogyha pedig ugye korán kell valami miatt felkelnem, akkor egész nap ilyen hulla vagyok. És ez még, nem is tudom, tényleg ugye 3-4 hete kezdődött, és gondolkodtam is rajta, hogy valami alvászavarom van, vagy nem tudom, mert én tök egyedül nem csináltam semmit, és hajnali 3-ig fetrengtem. Szóval mindegy, elég érdekes, de ez volt a tegnapi történet is. Úgyhogy most 10-kor keltem. Most megyek és csinálok egy kávét. Aztán videót fogok vágni. Egy olyan videót, amit lehet, hogy már láttatok, lehet, hogy nem, majd megmutatok belőle részleteket. És utána hát kb. Elkészülök, gyorsan felöltözöm és indulok is, szóval kb. Másfél óra múlva fogok indulni. Amióta ez a fura dolog az alvással zajlik, tehát hogy nagyon nehezen alszom el, mert szerintem nehezen fáradok le egy nap, mivel ugye most már nincsen suli, és érzem, hogy fizikailag fáradt vagyok, mert hogy rohangáltam egész nap, vagy valahol voltam, viszont itt szellemileg meg nem fárasztanak le a dolgok, hát én nem értem, na mindegy. Pedig örülne végre a kis agyam is, hogy pihelhet, úgyhogy emiatt ugye sokáig alszom, és mikor felkelek, akkor általában csak iszom egy kávét, és aztán ebédelek, szóval a reggeli, valahogy most mindig ki szokott maradni, vagy hogyha úgy veszük, akkor az ebéd a reggelim. És most is így lesz, úgyhogy megiszom a kávémat, és utána, amikor majd Pannival találkozunk, akkor keresünk együtt valamilyen kaját, megesszük, és így tovább. Szóval elkészültem, lezuhanyoztam, felöltöztem, mindjárt megmutatom az outfitemet is, és egy 20 perc múlva indulok a buszomhoz, aztán ott fogok találkozni Linával, és elmegyünk, majd meglátjátok, hogy hova, igazából több program is lesz ma. Elsősorban nála hagytam az összes sminkcuccomat, amiért el kell menni, és ezért most csak amit itthon találtam, egy kis korrektor meg púdert raktam fel a fejemre. Ez majd benne lesz egy videóban, vagy lehet, hogy már láttátok, most nem tudom pontosan, hogy milyen sorrendben mennek majd ki, de ez, meg az a cipő is, úgyhogy ilyen egy videós szabálya. Szóval ez a felső, ez egy nékides felső. És a szoknya, ami rajtam van, az ez, és ezt jól megmutattam, ezt pedig turkáltam még össze, szóval amúgy nem tudom, hogy honnan van, és nem is a legjobb állapotban van, de amúgy szerintem jó. És majd meglátom, hogy milyen cipőt veszek fel hozzá, gondolkoztam a papucson, ami feltörte a lábamat, hogy bevállaljam-e, lehet, hogy befogom, mert szeretnék benne rendszeresen járni, és nem félhetek attól, hogy feltöri a lábamat.
Szóval egy táskát akartam választani. Itt lesz ez. Mutatom. Hoppá. A vlogolás mestere vagyok már megint. Yay! Szóval ez. Most vágtam egy fél órát, nem tudtam, hogy melyik videót. Szóval, ez a stylingos videónk, a következő. És tök jó drónfelvételeket csináltunk, mert az öcsém kapott egy drónt a szüri napjára. A stylingos videókat mindig felváltva szoktuk csinálni Pannival, szóval egyszer ő vágja, egyszer én. Az előzőt ő csinálta, úgyhogy ezt most én. Most van 11 óra 45 perc. Szólóton vagyok. Elindultam. 10 perc múlva kell indulnom a buszhoz, úgyhogy tök jó. Ott állam felfogni a hajamat, de egyszerűen dögmeleg van, nagyon nehezen lehet elviselni. Felöltöztem egy sima fekete ruhába, viszont ezzel az a baj, hogy mindig a szél felfújja, szóval muszáj valamit a derekamra kötnöm, hogy ne kelljen folyton azon aggódnom, hogy mikor fogja mindenki a fenekemet látni. Összepakolok gyorsan a táskámba. És ja igen, akartam amúgy egy kis babablogot ide az elejére rakni, de nincsenek itthon, a kicsik anyával valóba elmentek talán bevásárolni, vagy nem is tudom. Úgyhogy most sajnos a babavlog az kimarad. Viszont augusztus első hetében megyünk családi nyaralásra, úgyhogy akkor biztos, hogy meg fogom csinálni a babavlogot, úgyhogy augusztusban ígérem, hogy jönni fog. Dél van, én sikeresen elindultam, és hogyha minden igaz, akkor Panni azon a buszon lesz, amivel, amire én is felszállok. Úgyhogy ott Tali Pannival a buszon. Neked nem mondtam, a vlogolunk van, szóval te is benne lehetsz, jó nem? Bejöttünk Pannival az Allé-ba kajáért, és teljesen random találkoztunk. Hédivel és Somával, akik szintén pont jöttek kajálni, és panaszolni gumit. Jó. Úgyhogy most leültünk együtt kicsit dumálgatni, meg enni. Nekünk kínai van, meg zöldség Panninak is, nekünk hússal. És én hipster burgert eszem. És te miért eszel? Sima burgert mindenféle zöldség nélkül. És kiszedte az egészet. Tök jó. Ja, és Hédi pedig egy csodálatos virágcsokrot is kapott. Mert most 7 és fél évesek Somában. Úgyhogy nagyon... Igen, úgyhogy ez egy romantikus randevú lett volna, de gondoltuk, hogy akkor így a... Még Robi. Bezavarunk, igen. Mennyi az idő? Most van 3 óra, és most végeztünk a kajálással igazából. Eddig Hédiékkel ott elbeszélgettünk, és elvoltunk, ami tök random jött, szóval az volt a vicces, hogy ezt a napot teljesen máshogy terveztük. És... Igen. És most így alakul, megint megbizonyosodtunk arra, hogy spontán a legjobb élni, mert az utóbbi napokban mindig ez volt. Én bármit csináltam, a legspontánabb volt. És amint a mai napot így felépítettük óráról órára, hogy mikor hol leszünk, borult az egyik dolog, már nem jött össze, és mégis tök jól alakult. Úgyhogy... Igen. Ja. Úgyhogy most itt vagyunk, egy kicsit felkapunk át cuccot, és aztán megyünk fagyizni. Én iszom valami nagyon hideget. Én is, én is. Mi pihengetünk pár percet itt a nagy melegben, és addig gondoltam, hogy mesélek egy keveset a nyaramról. Igazából, hát ugye nem kezdődött olyan nagyon régen a nyár, de az előző hét az nagyon érdekes volt, mert ugye szülinapi hetem volt. Minden nap csináltam úgymond értelmes dolgokat, és meg egy csomót videóztunk meg minden, szóval így nem mondom, hogy nem voltak értelme a napjaimnak, de tök jó, mert még ez a hét eltelik, most még megyünk F-otra is egy napra. Jó sok videóssal együtt már így mindenkivel beszéltük, most a Hédék is jönnek, mondták. Azutáni héten, szóval 17-e hétfő is, akkor Balatonon fogok dolgozni egy hetet egy üdülőben. Végre nagyon hasznosan fogom eltölteni az időmet, és azt már nagyon-nagyon várom. Úgyhogy ez tök jó lesz így egy hétre kicsit elvonulni. Pont azt beszéltük át Pannival, hogy a videókat hogyan osztjuk be majd azokra a hetekre, amikor nem találkozunk. Megyünk. Szóval most megyünk az Anzsuna fagyizóba, ahol végig fogjuk kóstolni. Szerintem az összes fagyit, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a program. Nem tudom, hogy ezek ilyen kis jégkrémekként vannak, és én nem bírok annyit megenni. Igen, de... mindegyikből belenyelünk, és aztán visszarakjuk. A Deákon, Sacival, Annával. Hol fejed? Hol fejed? Anna.
Köszönöm, hogy azok a fények. Szóval én már visszaértem haza, a húgom vár fent, mert meg fogom tőle kapni a szülinapi ajándékomat. Ami fogalmam sincs, hogy mi, hogy megyünk valahova, vagy valami tárgy, vagy bármi, úgyhogy ez lesz a mai nap folytatása és meglepetése számomra. És már szétváltunk Pannival, nagyon szuper volt az Anjunánál, mint kiderült, amúgy így kell kiejteni. A két srác azok, akik az egész üzletet kitalálták, és intéznek minden dolgot vele, és velük beszélgettünk, nagyon-nagyon jó fejek voltak, és nagyon szuper volt maga a hely. Nagyon finomak voltak az ételek, párat megkóstoltunk. Nagyon hűsítőek, vegánok, úgyhogy ha arra jártak, mindenképpen kóstoljátok meg, mert hihetetlen finom volt, és én most jöttem haza. Olyan cuki, eszti. Szóval egy közös vacsorázásba fogunk most kezdeni, és az ajándékom egyik része az ez az óriási gyertyatartó. Ugye mondtam a lakást az előző videóban, vagy valamikor, és most elég így átépítés alatt van, meg behoztunk asztalcéket, meg minden, hogy a terasz az kicsit igényesebben nézzen ki, és most már lehessen kint vacsorázni, meg minden. És kaptam egy gyertyatartót, úgyhogy most már tökéletes, Jézusom, iszonyúan néz ki. És a másik... Mindjárt mondom a nevét. A Blaha Luizáról. Iszonyú jó, imádni a sushi. Annyira jó, Jézusom. Nagyon köszönöm. Na, szóval most jöttünk el a puncsboltból. A Dori Visitől kaptunk karkötőket. Mert Sacira nem. Mi? Linára. Lina? Nem. Én vagyok Lina. Mert most Saci van itt Lina helyett, szóval bocs, Lina, te kaptad volna, de nem voltál itt, szóval ő kapta. És most megyünk inni. Vizet. Újra itt vettünk Szomerzbit. Végre. Most kívülünk valahova. Szóval is azonat most tartottál. Ezt üvett valami, vagy hát kapott valamilyen desszertet is, amiben a kis dobozban van, és még ezt akartam. Tényleg? Mert nem tudtuk, hogy... Valami rizs, elvileg magyaró, meg szezám. Várjál, első ízét. Ez nagyon fura, ilyen, mint egy ilyen gyúrva. És mi van benne? Fogalmam sincs, valami lekvár. Mi a szaga? Megkóstolom. Jó. Fogalmam sincs, hogy ez mi. Edd meg úgy, hogy van. Annyira nem lehet rossz. De amúgy finom. Még sose csináltam első benyomásos kajás videót, szóval most. Mi a neve amúgy? Mochi. Mochi? Aztán lehetne így ejti. Mochi. Nagyon be lehet nyomni, és én gyurma szagom van, de biztos finom lesz, megnézik. De amúgy neked íz lett? Aha. Na fura, nagyon ilyen lisztes íze van, vagy nem tudom, akkor ez a rizsliszt ilyen. Hát én nem tudom. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz, de hogy valakinek ez elvezet, hogy ez zabálja, mint desszert. Kérsz még? Nem bírod meg enni. Hát, de lenyomom, de annyira nem vagyok odáig érte. Én vagyok meg ilyen... szívesen akkor. Jó, akkor így. Na mindegy, ezt is kipróbáltuk, ilyet amúgy ne kérjetek, szerintem annyira nem. Nem éri meg. De legalább vegán volt ez is. Megint egy sikeres, egzotikus kajákkal teli napot zártunk vegánként. Na jól van. Sacinak is tetszik.
egyet a hugommal. Ez egy nagyon értelmes programot így estére, amúgy én lehet, hogy még el is megyek futni estére. Mész velem? Nem tudok futni, megint csinál cipőm. Ja, tényleg. Na mindegy, ezt még meglátjuk. Úgyhogy remélem amúgy, hogy tetszett nektek ez a vlog. Most hivatalosan is most már elköszönöm. Elköszönök. És igen, találkozunk a legközelebbiben. Most értem nemrég haza. Sacival még láttuk a vizes világbajnokságnak a főpróbáját, vagy nem tudom, hogy mi volt ez, de nagyon sokan nézték, és nagyon durván jól nézett ki, úgyhogy mindenképpen nézni kell majd élőben is, vagy hát az eredetit, és aztán még egy kicsit ott maradtunk benne a városban, beszélgettünk ilyesmi, és az utolsó buszomban pedig hazajöttem, úgyhogy jó éjjel!